Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, Mecsek Jánosiba, a vasútállomás elől. Hát itt van a vonatpótlóbusz, ugye a módváltás óta. És ez viszont érdekes, hogy kerékpár szállítható maximum 3 darab a menetrendben megjelölt buszokon. Hát. És melyik van megjelölve, hogy ott lehet? Hát itt úgy látom, hogy egyik se. Jobbá mondjuk ott van a kerékpár, de mondjuk az érdekes, mert a volánbuszokon sose lehetett kerékpárt szállítani, meg hát ugye több célű tértél be, azért nem tudom, hogy felfel egy krédón, de azért legalább ez megvan az örvendetes, legalább gondoltak a biciklisekre, hogyha már a módváltást ezt előltetik. Viszont amiért most eljöttem ide Mecsek Jánosiba, úgyhogy a vasútállomás ott van előttünk, az az, hogy most olyan hírek vannak, és ez már nem csak közép pusztán plegyka, mert erről már tanulmány is készült, hogy innen Mecsek Jánosító Komlóig a pályát fel akarják bontani, mintegy 3 km hosszan, és így viszont már véglegesen el lenne vágva Komló a vasúton. És nem csak, hogy megszüntetni a vonalat, mert ugye az már most is megvan, hogy személyforgalom nincsen, viszont teherszállítás van, mert köveket a mai napig visznek Komlóról. És én most akkor az is megszűnne, és sőt fizikailag is megszűnne a vasút, aminek semmi értelme nincsen, mert Komlón viszont egyáltalán nincsen rossz helyen a vasútállomás, sőt, benn van a belvárosba, és ott van mellette a buszállomás, tehát az intermodális csomópont, ahol amire ugye máshol milliárdokat költenek, hogy meglegyen. Ilyen teljes átszálló kapcsolat, ugye vasút, busz, minden, az ott helyből megvan. És most ezt akarják tönkretenni. És ráadásul ez nem csak a rombolási, hát illetve a bocsánat építési és közlekedési minisztériumnak a sara, hanem ezt maga a komlói polgármester, most hirtelen a nevét nem tudom így helyből, de hogy ezt még ő is kezdeményezte, sőt még adja alájuk a lovat, tehát itt ebben a komlói polgármesternek is hatalmas nagy felelőssége van ebbe, tehát most erre volt az a régi mondás, hogy helyből olyan hülye, mint más neki futásból, hát most már bocsánat, de erre jobb szót nem lehet mondani, mert ezt semmivel nem lehet alátámasztani, meg és minden egyéb kifogás, hogy dehogy amikor viszik a tehervonatokat, meg viszik a köveket, akkor az hangos, meg hogy zavarja a lakosságot. Tehát nyilván majd a kamionok nem fogják, amik közúton mennek. De itt vagyunk a vasútállomáson, hát ilyen módváltás az látszik, viszont az is látszik, hogy itt a sínek egybe vannak. Tehát itt a felépítmény az nem nevezhető rossznak. Tehát ugye ott van egy 50-es lassújárdéként, itt a pálya 60 km/h sebességű. A vonatpótló busz, mert az kb. 20 percen hosszabb menetidővel közlekedik Komlóra, mint amennyit a vonat tudott, Dombóvárról. És most úgy is, hogy több megállót kihagytunk, mert most ilyen már néhány megállót kihagy, már menetben szerint is. Hát, és így se tud, csak olyan maximum negyed órával lassabb csak, mint a vasút volt egykor. És most így, hogy ugye nem voltak, ugye leszállók egy pár, és kihagyott egy pár megállót, hát körülbelül belül egy perccel a menetrend előtt értünk ide. De itt van Mecsek Jánosi, a vasútállomás. Most akkor megnézzük akkor így test közelből is, mert itt eddig mindig csak áthaladtam. Hát sajnos már nem lakott, viszont ezek a régi világító testek még vannak, meg a pályacsengő megvan, még a padok működnek. És az is látható, hogy itt sincsen rossz helyen. Tehát a busz megálló az ott van. Rendben, tehát itt a vasút az legalább ugyanannyira versenyképes, mint a busz. Tehát látszik, hogy nem a falu szélén van, itt se a megálló. Meg nem olyan nagyon, úgy nagyon messze mindentől. Itt már házak vannak, tehát ez már itt a fő utca. És ilyen helyeken is megszüntették a vasutat, ami érthetetlen. És ahogy itt is látjátok, tehát hogy van teherforgalom, azok ott a dönkök, ott a rakodón, azok ugye azért vannak itt feldepózva, mert ezeket vonattal fogják elvinni. Ugye itt megvannak még a melléképületek, mint látjátok. Szóval most a frissen megjelent bontási határozat szerint a 151 szelvénytől egészen Komlóig, a 180 fúvalahányos ott a Komló végállomásig addig szednék fel a pályát. És hát ugye itt van a hazugságtábla, tehát nem december 10-től, hanem augusztus 1-től, és nem is mindig modern autóbuszok közlekednek.
És azért is érdekes itt a komlói vonal, mert senki nem értette, hogy miért pont ezt szüntették meg, mert de semmilyen logika nem volt, mert ugye korábban volt, amikor itt már szintén bezárták vonalat 2009-ben, de 2010-ben újra nyitották, igaz, hogy csak alibi menetrenddel, ilyen napi két vonatos menetrendek voltak, de pont a bezárás előtt ide egy életképes menetrend, tehát úgy járnak a vonatpótló buszok is jelenleg, hogy egy életképes ilyen napi 5-6 páros menetrend volt, ahol, és ráadásul ugye nem ugye Sásdig jártak korábban, hanem Dombóvárig. És Dombóváron pedig minden irányba csatlakozás volt a vonatokhoz, tehát és ezt bevezették, és jöttek az utasok folyamatosan, tehát nőtt az utasszám már. Ugye a bezárás előtt, mely június környékén már volt, amikor kevés volt a szólóvízé, mert ugye, tehát volt egy életképes menetrend, ami igazodott az Intercity-hez Dombóváron, mindkét irányba, Pécs, meg Budapest fele is. Aztán ugye bejött az országbérlet, meg a vármegyebérlet, és miután érvényes lett, mert ugye amikor először bevezették a vármegyebérletet, még azért nem nőtt látványos az utasszám, mert az Intercity nem volt érvényes, aztán később aztán bevezették oda is érvényes legyen, és utána viszont már ugye folyamatosan nőtt az utasszám. És ennek ellenére augusztus 1-jével átálltak buszos pótlásra. Akkor viszont drasztikusan lecsökkent, mert a busz menet ideje az akkoriban még fél órával több volt. Aztán konkrétan aztán 25 perce, hogy emlékszem most sikerült 20 perce levinni. De hogy így már a csatlakozás nem volt biztosított Dombóváron. Tehát még egy Budapestre utazó, az akár még plusz egy órát veszített azzal, hogy nem ért el a vonatot. És így viszont az utasszám megint lecsökkent. Hát ugye nyilván akinek lehetősége van rá, és például Budapestre akar utazni. Például egy diák, aki ugye ott felső oktatásban ott tanul Budapesten. Hát akit megtehetik, akkor ugye nyilván most már nem a komlói vasútállomásra viteti ki magát autóval, hanem Dombóvára, vagy Pécsre. És itt a 151-es szelvény, és bizony innen valószínűleg a kiállati jelző után már felszednék a pályát. És ez is látszik, hogy szolgálat az állomáson nincsen, tehát a jelző az állandóan ugye szabadot mutat. Viszont úgy tudom, hogy rakodás viszont van. Tehát a vonat személyzet az ilyenkor kezeli a váltókat és a vágányok, vagy hát a többi vágány is használható. Itt pedig van egy gyalogos átjáró. És Komlón is az összes épület bontása van ítélve, ami a vasúthoz kapcsolódik. Tehát az még úgymond esetleg érthető lenne, hogy akkor azt mondják, hogy soha többet ide személyszállító vonat nem jön, akkor nem kell a vasútállomásra, esetleg még a mellékvágányok nagy részét is el lehet bontani. De hogy azért, hogy magát a pályát is, hogy azt minek, mert hogy azért tehát teherforgalom most is van. És nem várható a jövőben se, hogy kisebb lesz, mert ugye kőbányákból szállítanak. Tehát, hogy ne lehessen abszolút a vonattal bemenni Komlóra, mert akkor ugye minden teherforgalmat kipakolnának ide Mecsek Jánosiba, aminek meg könnyen az lehet a vége, mint 2003-ban, amikor szintén, és akkor sem értette senki, hogy ezt miért kellett csinálni, mert igazából semmi haszna nem volt. Ez 2003-ban történt, hogy így körülbelül 200 állomáson, főleg mellékvonali kisebb állomásokon, megszüntették a teherforgalmat, de így rendeletileg, hogy onnan többet árut nem lehet se feladni, se rendelni. És erre a legjobb példa az például a Kondoros volt, ahova akkor még, amikor ezt elrendelték, elég intenzív volt a teherforgalom. Tehát nem az a tipikus mellékvonali, hogy a tolatós teher jön és hoz havonta egy-két kocsit, hanem ott szezonban oda Szergely járt ki irányvonattal, és tonnaszámra vitték a gabonákat. Tehát ilyen több ilyen 8, akár 8-9 kocsis tervonatok kiálltak, még 2003 tavaszán is. És amikor megszüntették a teherforgalmat, mai napig kint van a tájékoztató,
vasútállomáson, hogy innen már nem lehet rendelni teleforgalmat, se föladni nem lehet se ugye rendelni ide, hanem nagy szénásra kell, ami 20 km-re van közúton. És akkor gyakorlatilag nem nagy szénásra ment a teleforgalom, hanem közúta terelődött teljes egészébe. Tehát gyakorlatilag elég jelentős teleforgalmat akkor a vasút elvesztett. És ez rengeteg helyen így volt, tehát és a legtöbb helyen már akkor sem volt ott állandó szolgálat sehol, ahol ezt elrendelték, tehát igazából személyzetesen spóroltak meg vele. Vagy csak nagyon kevés helyen, ugye gondolosan már akkor sem volt szolgálat. És hát akkor haladunk tovább a vasútvonalon. Körülbelül 3 km-re van Komló. És a következő útátjáró. 157-es szelvény. Ugye egy kisebb váteresz. Labirint korlátos gyalogos átjáró. És hát tovább a pályán. És egyébként azt látjátok, hogy ez nem rossz felépítmény. Tehát, és szinte végig ez jellemző a vonalra, hogy 48-as sinek és betonaljak. De érthető, mert a teherforgalom miatt itt meg kellett csinálni, hogy a nehéz kő meg korábban a szénvonatokat el tudják vinni. Tehát ez jó lehet még személyforgalomra is, nagyon sokáig jó lenne. Igazából minimális karbantartással. De például a felépítményt nagyon nem kéne cserélni még nagyon sokáig. Távíró vezetékek még szintén megvannak. És ez még a régi 19. századi. Nyilván már nem használják, de megvan. De itt mellettünk itt a vonóvezeték, hát nyilván az előjelző miatt, tehát hamarosan eljutunk az előjelzőig. Ott egy szelvénykő, jól látom a 158-as. És valahol a 180. után lesz a komlói végállomás. Ugye maga a vasútvonal 18 km hosszú. És több helyzet megálló helyese lesz, tehát a következő már Komló végállomás lesz. És itt a következő átjáró, na, ez viszont kalossorompós. Ott van a régi bakterház, bár nem hiszem, hogy ezt használják még. Viszont megvan még a sorompó, csak hát szerintem ezt már nem kezeli senki. Maxima vonatszemélyzet a tehervonatnál. És igen, itt van a bakterház, elé is van lakatolva. Sőt, a sorompó hajtóműve is le van lakatolva. Ezt nézzétek. Hát igen, ezt nem mostanában kezelték. De legalább megvan. És itt megy tovább a vonóvezeték is. És én is megyek tovább Komlóra. És akkor egy pillantás a zöldházra. Egyébként maga a zöldház lakott, a mávos, de a sorompó őrhely az nincs használatban. És bizony ott van egy nyilas tábla, az már Mecsek Jánosira vonatkozik. Ugye ott megszűnt a szolgálat, és az őrizetlen váltók miatt van kint a nyilas tábla. És errefele, tovább akkor Komló fele. Ja, látjátok, alig egy kilométert, hogyha jöttünk, és itt van egy busz megálló, de itt a vonatpótlók nem állnak meg. De hát itt egyébként a vasút is megállhatott volna, hogyha itt akkora nagy forgalom van, ugye ez már Mecsek Jánosinak a másik része, akkor ide semmiben nem került volna egy vasúti megállót is csinálni. És itt van az előjelző. Szabadra állítva. Viszont az mindenképpen jó dolog, hogy nem bontották el az állomást, miután megszűnt a szolgálat. Jó, de még nyilván azért, mert a lakodás miatt is szükség van, ne? És ugye sok helyen megtették, ha éppen nem volt rá szükség, akkor felszedték a vágányokat, ami ráadásul pénzbe is került, tehát, de tudjuk, rombolásra mindig van pénz.
Tehát itt a vágányt felszedni is lesz, ha arról van szó. Aztán egyébként meg semmire másra nincsen, tehát fejlesztésre soha nincsen, de lombolásra mindig akad. Az ilyen állomásbontásodnak se sok értelme van, mert ugye, hogyha a vágány ott maradt kiszagált váltókkal, az gyakorlatilag teljesen, tehát az ugyanaz, mint hogyha fizikailag is felszedtük volna, viszont bármikor újra üzembe lehet helyezni az állomást, a később esetben mégis szükség lenne, ne? Ha pedig már egyszer a kitérő vágányokat felszedték, ott már csak drága pénzzel lehet visszaépíteni. Ugye az már új vágánykapcsolatnak minősül, meg hát új pályának, és akkor már a mai követelményeknek kell megfelelni, ami azért meg tudja elég jól drágítani. De hát haladunk közben előre, de hát itt egyébként egyenes a pálya, úgyhogy nagy változatosság itt nem lesz. De látszik, hogy nem gazdasodott még el, így több mint egy évvel a bezárás után is, persze, mert van rajta forgalom, és nem csak külön vonatok. És ez már Komló belterülete. És ott a háttérben látszik, az már Komló előjelzője. Ott megy egy volánbusz. Itt pedig van egy gyalogos átjáró. Hát és ugye innen jöttem, itt eddig tartott a hosszú egyenes szakasz. És hát itt tovább. Innen még kb. 1 kilométer van vissza. És ezt nézzétek, itt volt egy vágány. Itt még a betonaljak megvannak, de itt volt egy vágány. Hát gondolom itt vezetett be valamelyik üzem területére, de ezt már jóval korábban felszedhették. De itt megyek most az egykori vágányhelyén. Hát nézzétek meg, betonaljak, ugye a fatiplik már kirohadtak, de az aljaknak még látszólag semmi bajuk nincs. És valahol itt lehetett a kiágazás. És itt van az előjelző, ez már Komló állomásnak az előjelzője. A 74-es szelvény. És még mindig itt van a vágánynak a nyoma. Itt még vannak aljak. És hát itt vagyunk már a Tesco-nál, Komlónál. Tehát itt is látszik, hogy azért, és ott mögötte meg már ugye utcák és házak. Tehát ennyire jó helyen van itt a vasút, és ezt akarják most tönkretenni. Hát idiótaságból, hát erre jobb szó nincs. Itt van a főjelző. És ilyen lesz majd még egy útátjáró. Karossorompóval. De, és nézzétek meg, fényes a sín, persze, mert ugye ezt rendszeresen használják. Tehát itt a bezárás óta is van teherforgalom. És akkor közelítve Komlóhoz, mármint a vasútállomáshoz. Ugye itt még a vonóvezeték megvan az alakjelzőhöz, viszont itt már az átjáró az fénysorompós lett. Egyébként régen tekerősorompó volt, hogy látszik, még az őrhely megvan, ahonnan egykor kezelték. Hát itt már majd valahogy át kéne jutni a túloldalra. És bizony látjátok, hogy itt már ilyen 10 emeletes házak is vannak. És itt van az állomás, nem messze, tehát ilyen jó helyen volt itt Komlón a vasútállomás. És a nemrég kikerült bontási listán minden épület rajta van, tehát ez is. És akkor itt tovább a vasútállomás fele. Tehát eddig, ahogy haladtunk a pályatest mellett, ugye nem nagyon volt beépítetlen terület, mert itt a Tesco meg a másik oldalt itt telephelyek voltak, és ott ment tovább, viszont hát itt esetleg ezen a placon ez lehet értékes, hogy ha esetleg azért kell innen eltüntetni a vasutat, mert ez a terület kell valakinek, mert ide építkezni akar, de hát igazából itt már itt csak egy vágány van, tehát amellett még itt bőven van hely, elférne itt minden. Tehát igazából ez se indokolja azt, hogy mindenképpen ki kéne innen írtani a vasutat. Mert azért elég nagy terület ez anélkül is. És ugye ott van még egy átjáró egy karossorompóval, és utána már tényleg az állomás. És a 4-es őrhely mellől akkor ismét.
Itt van ez a tekerős sorompós átjáró, már közvetlenül az állomás előtt, és igen, az ott már a vasútállomás, balról pedig látható a buszpályaudvar. És hogyha elnézzünk erre, azt is látjuk, hogy bizony ez egy sűrűn beépített terület, tehát ilyen jó helyen vasútállomás nem sok helyen van. És ezt akarják most, ezért, hát erre nem lehet, ezért ezt épésszel felfogni, meg épeszi magyarázat sincs rá, hogy ezt akarják innen eltüntetni. Mikor egyébként, mert az még esetleg oké, hogy kevesebb vágány is elég, mert most már tényleg így van, és látjátok, most is ott állnak benne a teherkocsik, tehát itt van teherforgalom. De lehet, hogy ennyi vágány, ami itt van, már nem kell. De hogy teljesen a vasutat innen eltüntetni, hát annak semmi értelme nincsen. Ja, meg valószínűleg fele ennyi vágány, elég lenne még itt elforgalom mellett, és sőt, személyi elforgalom mellett együtt is elég volna fele ennyi. De hát akkor miért nem csak azt szedik fel? És játszik, a szolgálat már itt sincsen, a hajtómű az le van lakatolva. Hát nyilván, hogyha gondolom, hogy a tehervonal személyzete az vagy kezeli a sorompót, a vonal személyzet, vagy pedig jelzővel van, és akkor a sorompót már nem kezelik. De igazából a személyforgalom újraindítása esetén is ezt meg lehetne oldani, hogy akkor itt lenne egy sima András keresztes átjáró, hát olyan nagy forgalom itt nincsen, mert itt ugye egy telephely van csak ugye a fűtőerőműnek, tehát itt azért állandó forgalom nem nagyon van. És itt vagyunk a vasútállomáson, itt búcsúztattuk tavaly július 31-én az utolsó személyszállító vonatot. Rengetegen kim voltak, nem emlékszem, hogy a polgármester kim volt-e. És hogy mondott-e beszédet, de hát hogyha kim volt és mondott, akkor meg pláne szégyellje most magát. És hát az összképet nem a vasút rontja itt inkább, tehát hogyha, mert ilyen is volt az indoklásban, hogy hát a városképet rontja, meg nem illik ide. Hát szerintem ez az erőmű itt, meg ez a sok villanyvezeték, ez inkább rontja. De hát akkor nyilván itt körbefényképezek, meg videózok itt mindent a területen, mert hát ha a legrosszabb forgatókönyv válik valóra, már pedig ugye lombolásra, mint tudjuk, mindig van pénz. Csak fejlesztésre nincsen, mert arra mindig azt mondják, hogy jaj, nincsen pénz, nem veszünk ott még használt járműveket sem, mert arra nincs pénz. Meg ötös lassú jelet a pályába sem azért szüntetünk meg, mert nincs pénz, meg ilyen hegyekben áll a használt betonaj, például a Tiszaugon is, lásd a múltkori videómat, a Tiszazug Expressről, amiből 6 kilométernyi vasúti vendégvonalat fillérekből meg lehetne, ugye, hogy fel lehetne újítani, vagy legalábbis szinten tartani, ugye az elkulat alfá kéne beépíteni, és ugye az anyag az ott van ingyen, tehát csak be kéne rakni, és arra sem el nincs pénz. De arra, hogy felszedjenek ennyi vágányt, meg 3 kilométernyi nyílt vonalat, na arra viszont lesz. És ebből a pénzből akár azért 300 ennyi mellékvonalat fel lehetne újítani bontott anyagokból, minimum. De arra meg nincs pénz. De hát ez a mai magyar valóság. És így nagyjából egy képben kifejezve a vasút jövőjét, hogyha minisztériumi szinten nem változik valami, vagy igazából akarat szintjén, mert itt az akarat hiánya a probléma, nem a pénzhiány. És hát ez volt az utolsó menetrend, hát látjátok, hogy ez egyáltalán nem volt rossznak mondható már a végén. És mikor ezt bevezették, ugye, tehát itt például pont április 7-ei, ugye utasok is voltak, ezek után már voltak, hát volt, amikor ezért meg volt az első, meg a 17.01-es érkezés volt, illetve indulás. Tehát amikor először jártam itt vonattal, az 2012-ben volt, azt hiszem, vagy 13-ban, akkor tényleg annyi volt, hogy ezzel a délutáni vonattal jöttem, és 10 perc múlva indult is vissza, és azon kívül egy volt reggel, és közben 8 órás menetrendi lup volt. És az az érdekes, hogy a délutáni bézi az akkor is kb. Félig volt, tehát még akkor sem lehetett azt mondani, hogy kevés az utas. És aztán, mikor már ilyen értelmezhető menetrend volt, akkor már utas is volt, tehát ez egy 2 órás ütem. És ilyen utas időben, és folyamatosan nőtt az utas, és ráadásul akkoriban, amikor először jöttem, akkor még csak Sázsdig jártak el a vonatok. Tehát
Még az is egy plusz dolog volt, hogy Dombóvárig elment, és akkor ott már volt közvetlen átszállás minden irányba. Tehát Pécs és Budapest fele mindenképp, de volt, amikor Baja fele is. Meg Bátaszék fele is. És hát ez sikerült ezt tavaly augusztus 1-jével tönkretenni. Azóta ugye a pótlóbusz az sokkal hosszabb menetidővel megy, már nincs közvetlen csatlakozás Dombóváron. Vagy ezt vagy hogy talán az már van, mert elődébb tolták a buszindulás valamennyivel, hogy azért mégis az Intercity-t el lehessen érni. És most meg az újabb hülyeség ezek után, hogy fel akarják szedni a vasutat. Tehát amire meg már végképp nem lehet mit mondani. Tehát ez már tényleg a no comment. Hát illetve tudnék, de akkor meg azért letiltaná a YouTube csúnya beszéd miatt a videón. És látjátok, hogy és közben egyébként a vasútvonalon meg van igény, hát itt látszik, itt vannak a tehervagonok vélegése, és látod, hogy nem egy, nem kettő, nem három van. Tehát itt kőszállítás folyamatosan van, most is. Az áruraktár, és ugye az oldalrakodó, ahonnan lehetett közvetlenül berakodni. Hát ezt már régóta nem használják. De hát valószínűleg ez lesz az utolsó videó róla, hogyha itt tényleg beindul az álmokfutás újabb fejezete, és itt is és dózerolnak mindent. És ott már a buszok állnak, és úgy látom, hogy le van kerítve, nem tudok kivenni, úgyhogy muszáj lesz itt. És hát akkor innen az állomás épületről még akkor. De meg hát ugye, hát maga az épület az nem mondhatni, hogy nagyon szép lenne, hát ő hát igazából egy kocka, de... De azért elég nagy épületet emeltek ide, mert azért régebben még ennél is sokkal nagyobb forgalom volt, és hát ilyen szükség volt rá. És hát ezt nézzétek, itt van a buszpályaudvar, tehát az intermodális csomópont itt már helyből megvan. És ezt akarják tönkretenni. Tehát itt gyakorlatilag tényleg buszon át lehet szállni a vonatra, vonatról a buszra, azonnal itt van karnyújtásnyira. És hát... Hála a rombolási minisztériumnak, meg pláne hála a helyi polgármesternek, aki még a lovat is adja alájuk. Itt nagyon könnyen lehet, hogy ebből semmi nem lesz. Akár már jövőre. És akkor itt látjátok a módváltás eredményt. Hogy autóbusz járat innen, Zubák Akna végállomásra 17 óra 8 a 8-as kocsiállásról. És 50 perces menetidővel. Na most a vonat az olyan 30 perc körüli menetidőt tudott. És akkor itt van a másik oldalán is a tájékoztató tábla a vasúti menetdíjakkal. És itt pedig a vasútállomás az utcafrontról. Úgyhogy ez a videó az ennyi lett volna. Lehet, hogy most utoljára látom a komolyi vasútállomást. Hogyha a balbár rombolás végrehajtják, akkor ez az utolsó képem róla. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!